Újra Balett Hétfő a Győr Plus televízióban, már a harmadik epizóddal jelentkezünk. Az online térben hódító kezdeményezést 3 hete mi is műsorra tűztük a Győri Balettel együttműködésben. Nagyon örültünk, hogy a Győr Plus TV is átveszi az adásainkat. Ez egy óriási visszajelzés nekünk, és szerintem nagyon jó kapcsolatot tudunk így is teremteni, mind a Győr Plus TV-vel, mind pedig a nézőinkkel. A műsor ötlete Velekei Lászlótól, a társulat igazgatójától származik, a cél pedig a kapcsolattartás a közönséggel ezekben a nehéz időkben. Velekei László igazgató úrnak jött az ötlete, hogy a Balett Hétfőkkel kapcsolatot tudjunk tartani a nézőinkkel úgy is, hogy most a színházban nem tudunk személyesen találkozni. Elsődleges cél ez volt, hogy megmutassuk, hogy milyenek a mindennapjaink, hogyan készülünk egy online előadásra, próbák, balettgyakorlatok mentén. A hosszú távú cél pedig az volt ezzel, hogy szeretnénk majd a Balett Hétfőt bérletes előadásként értékesíteni a 2022-es évben. Az eddig elkészült 5 adásból 2-t már láthattak a kedves nézők a Győr Pluszon. Április 12-én hétfőn pedig már a 3. epizód is a képernyőre kerül. A közel 40 perces kisfilmben egy régi új arc is feltűnik. Matuza Adrien többek között arról is beszél, hogyan tért vissza csúcsformában a szülés után a színpadra. Abban maradtunk, hogy 2020 augusztusában visszajövök. Előtte már pár hónappal otthon elkezdtem felépíteni az izmomat újra, és a testemet ahhoz, hogy újra tudjak táncolni. Otthon elkezdtem edzeni, erősíteni, nyújtani, kardioedzésekre járni. Nagyon sokat segített. Úgy alakult, hogy a szeptemberi premierbe belekerültem. Egy kicsit tartottam tőle, de úgy éreztem, hogy tényleg újból a színpadon egy fantasztikus érzés és élmény volt táncolni. Hétfőn este tehát a 7 és 8 órás híradó után maradjanak itt a Győr Pluszon, és tekintsenek be velünk együtt a győri balett életébe.